mondta, ezt a göncöt ezt át kell rajta fűzni, és akkor ezt meg át kell gyűrni rajta a szívócsomót. Tehát itt azért fel kell kötni a gatyát. Még nem is tudom, hogy olyan lesz. Majd kiderül. Majd kiderül. Próbálkozunk. Aztán le is veszem róla. Hát gyerekek, ez szép kis izé lesz. Szép kis játék lesz. Igen, egyszerre nem is tudom hány csövet kell ide átfűzni. Őt itt, őt majd itt. Hogy ez a... Itt lesz majd biztosan. Majd itt lesz, igen, talán itt lesz. Na és akkor a... Hát igen, most én ezzel a fogóval kell oda ráhúznom a burkolaton lévő kis lyukra a... az impulzus csövet. Hát gyerek, ez nagyon-nagyon izé. Ez ilyen nőgyógyász munka. Ez elképesztő. Hát én, na. Lehet, hogy ezt kell először átgyűrni. Igen, szerintem ezt a szívótorkot kell először. Na, ugye ez most a stílszervizesek, akik stílszervizben dolgoznak, azok biztos, hogy csípőből mondják, hogy ez hogy kellene. Én ezt elképzelni nem tudom, hogy ezt hogyan gyűröm itt át. Valószínűleg egyébként szerintem a szervizben van célszerszám, mert az oleónál is van ilyen, hogy a gumi alkatrészeket át kell gyűrni a műanyagon, és ott tudja meg sem, hogy egy ilyen csőbe húzott bele. Gyerekek, ez nagyon kemény ízű lesz itt. Játék, türelemjáték, az vagy nem is félek alá? Ezt szerintem lehet, hogy rá kellene húzni egy csövet ide. Egy ilyen vékony kis csövet. És a telefon állandóan csörög. Na kérem, most azt találtam ki, hogy csinálok én szépszebb számot. Ez a művelethez. Mégpedig egy olyat, hogy van ilyen széles szigetelő szalagom. Ide tesszük, jó? Fogom ezt a gumi csonkot, összehajtogatom, így össze. Megpróbálom össze szigetelő szalagozni ilyen szűkkel. Ugye ezért kell ez a jó erős szigetelő szalag. És hogyha ez megvan, így át tudjuk húzni a lyukon. És ha áthúztuk a lyukon, akkor leoldom róla. Így talán könnyebb lesznek ezek a műveletek, úgyhogy akkor előről kezdjük. Ez ide, ezek ide. Elektromos vezetékek ide, gyújtáskára marad belül, vagy mi a fene. Függetlenül az impulzus sőtől hülyét kapok, mert azt még így kell majd ráhoznom. Ember nem fogja rátenni, ezt most mondom neked. Vagy igen? Ez ilyen, mondom, ilyen nőgyógyászati játék, mert ezt tudod rátenni. Ez egy őrület. Elméletileg rajta van ez, oké?
Most azért magamba elmondogattam egy-két káromkodást. Ezt itt valahogy átgyűrni innen. Biztos, hogy ez ide van. Pedig minden stimmel. Minden stimmel. Ez is a... Itt ezt előbb bele kell játszani, de uramatyám, na! Tehát most ezeket aki ezeket így kitalálta, hogy ez így legyen, az ott azért voltak nagy izék, nem? Ő... Vagy bajok, vagy nem? Vagy én vagyok a hülye? Nem tudom, basszus kocsirekek. Ezt tudom belejátszani. Még ezt is a helyére. Azt is, meg amazt is, meg ezt is. Tehát egyszerre valami öt dolgot kell passzítani. És biztos, hogy tuti, hogy nem én csinálom jól, hanem valaki más csinálná jól, de én ezt. Na! Jó ég tudja, gyerekek, hogy ennek hogyan kéne lennie. Ezek a gumibakos megoldások is, meg mik ezek itt, gyerekek? Itt nagyot akartak alakítani, és alakítottak is, mert ezek jó gépek, mert ezek nagyon kedvelt és szerethető modellek, de ez már mérnöki csoda. Hogy ez a gumidugó, ez hogy jön át onnan, nem tudom. Ápréseljen rajta, vagy milyen fene. Mi fogja oda? Penget itt ennek, hogy gitároznak itt közben. Gyerekek, nem tudom átfűzni ezt a szart. Nem tudom átfűzni ezt a szart rajta. És akkor tényleg, akkor még itt át kell fűzni rajta a villanyvezetéket, át kell fűzni rajta a szellőzőt, át kell fűzni, rá kell húzni a szájavert impulzus csövet innen alulról, érted, nőgyógyászatilag. Át kell fűzni a torkot, ami, ezek mind olyanok, hogy... A faszom penget itt. Nem tudom, elképzelni, nem is érdekel. Valahogy ezt a gumidugót átgyűrjük itt. Ezt a gumibakot átgyűrjük rajta, és hogyha megvan, akkor nyertünk. Addig meg csak itt szívjuk a fogunkat. Na talán az erőszaknak és az indulatoknak ez is enged. Ez a gumi. Igen. Úgy nézem, hogy a helyén van. Na, impulzus cső a helyén van. Lemerjem húzni róla? Szigetel a szalagot. Sorát lejött róla. Azt hittem már, most ez nem fog lejönni, vagy beleszakad, vagy valami. Na és akkor ezt a helyére forgatjuk a gumi torkot. Igen. Hát ez valami őrület volt, ezt most mondom. Ez egy őrület volt. Úgyhogy most mutatom is, hogy néz ki a gép. Így néz ki a kis gép. Jó lesz? Ha jó ég tudja. Ja. Jó. Hát most jönnek ezek a kis apróságok itt a motortéren belül. Ugye ezt a térelválasztó gyűrűt rá kell húzni ide. Ide ráhúzzuk a két sarura. Ezen keresztül jön át az a vezeték. Ez tartja őket fixen úgy, hogy ne tudja kidörzsölődni a műanyag házban. Ezeket egy.
ha ezek után működik is a gép, és jó kis gép, akkor is, akkor le a kalappal le. Most ekkora vezeték minek ide? Mert most miért kellett ekkora vezeték ide? Már ha rövid lenne, akkor meg az lenne baj, mi? És én hova gyűrjem vissza? Nem tudom visszagyűrni ennyire. Mivel van egy hosszabb, egy rövidebb, értelemszerűen azt gondolnám, hogy a rövidebb való ide, a hátsó sarula, igen, rá is ment könnyen, és akkor az elsőre pedig, ugye azt pedig a kapcsolóba kell ide bele illesztenünk, vagy így, vagy fordítva. Nem tudom, hogy hogyan volt, hogy hogyan kellene, hogy legyen. Így talán. Nem, hanem akkor ez így lesz talán. Nagyon nehezen passzolnak itt az alkatrészek némelyik, de komolyan mondom, némelyik, a hajam égnek át, így, és akkor ez slusszol, ugye? Igen, tehát így slusszol, így él össze a vezeték, így slusszol, oké. Okay. Na, megszületett ez a gönc. Oké, okay, menjünk tovább. Most jön a karburátor sor. Aha. Robbantó távra szerint ez lenne a sorrend, tehát kap egy ilyen alátétet, ami kifeszíti majd a gumitömítést. Őt ráhúzzuk oda megfelelő helyre. Ez nem olyan egyszerű, mert itt aztán minden ott van útban mindenhol. Szállom meg, mint hogy még feszülne is, és akkor ez feszíti szét a torkot. Oké, ezt eddig értjük. Jó. Jön egy karbicsek. A karbicsek pedig úgy lesz, hogy lesz? Az úgy lesz, hogy így fog helyet foglalni. Így fog helyet foglalni. Ő. Fejje lefele. Valahogy így. Ezt ide följátszani, ez még lesz a művészet. Minden útban van, minden dolog útban van. Gyerekek. Ezt most nekem azt... Valaki magyarázza meg, hogy ez miért így van. Ilyen üzemanyagcső van ide elvezetve, amit nem tudunk ráhúzni simán. Így. Hát úgy kell áterőszakolni a karburátort. Tényleg most kellett volna egy tömítés. Na, kezdődik az őrület. Előről. Igen, ez a papírtömítés kell ide. Na, ezt oda rájátszani megint csak úgy, hogy szét ne szakadjon ott minden. Ez külön művészet. Talán a karburátorral föltolom, akkor talán nem szakad el, mert a karburátor az megvezet egy kicsit. Ezt ide vissza kell görbíteni, ide ezt kell visszahajtani. Nem? Nem akarok senkit se, meg semmit se izélni. Méltatlankodni, mert nem akarok izélni, csak most azért összeszereltem a legutóbb ezt a 395 XP-t, hát az egy őskövület. És mégis sokkal észszerűbbnek találtam rajta a szerelési dolgokat, mint ezen. Most
semmit nem jelent, csak mondom. Itt minden olyan... Mondjam. Minden olyan béna rajta. De ez most nem a izének a hibája ennek a gépnek, hanem konstrukció. Illetve nem is a hibája. Jó, na, én nem is panaszkodom tovább, mert... Sőt, ne is gondoljátok, hogy ez panaszkodás, véleményemet mondom el. Van, akinek ez a kis ujjában van, nekem ez valahogy nem fekszik a... Ez a... Ez a burkolaton keresztül mindent áterőszakolni, átfeszegetni, meg mit tudom én, ez olyan, mint hogyha úgy lenne megcsinálni, hogy az ember otthon ne tudja élni. Illetve tudja akkor is, csak sokkal jobb türelmet igényel, ami nem minden esetben van mindenkinek. Azt tudom, hogy húzom-e vagy nem húzom, senki nem tudja. Természetesen nem húzom, mert a 10-es, 9-es van rajta, nem a 8-es. Na! Most itt van ez a hatalmas nagy hernyó, ez ellen az üzemanyag ellátás, és ezt erről a feléről ide kell ráhajtani. Tehát, hogy ezt a miértet, én ezt nem értem. Tehát én bele gyűrni is alig tudom, nem hogy még rájátszani, de jó, biztos velem van a baj. Túl könnyen is ment rá. Ez fog itt ellátni üzemanyaggal itt a rendszer, ez a hernyó. Ezek szerint igen. Na, van két rudazatunk. Ezt megint csak oda majd belejátszani, ez lesz egy hadművelet. Ez egyik a gázkor, a gáztoló rudazat, ő mitől és miértől. A jó ég tudja. Ja. Egy speciális stílkulcsunk. Nekünk egy, mi ez? Téli-nyári állító akar lenni ő, ugye? Nem tudom a működését, hogy hogyan működik ez itt. De tegyük fel, hogy ez a nyári, hogy elzárja a hengerből jövő. Nem, ez a téli-nyári, most nem tudom melyiket nézzük. Innen, hol van a fedő? Ja, ez így lesz majd a... Így lesz. Jó, ez a nyári üzem. Itt van az MS250-es feliratú kis oldaldeknink. Szereljük és akkor fölvágjuk őt ide. Ez így alá megy. Vagy fölé, nem tudom. Ez olyan, mint alá fogom menni, igen. Így ez alá megy.
el van a helyén. Kompresszió van a gépbe, és itt is jönnek a csavarok. Túl lenne gondolva itt minden. De hát... Na, kezdjük akkor ezzel. Szerelési, illetve a robbantott ábra a fékhez. Annyira ki se bontottam még, mert annyira nem akartam vele találkozni, hogy itt van velem egy zacskóba, itt van nálam egy zacskóba. Aztán így majd okosabbak leszünk. Talán. Majd meglátjuk, hogy mit találunk itt benne. Szóval. Összefateróltam. Nem tudom, hogy jól, vagy rosszul. Lehet, hogy nem jól, de működik. Adunk neki egy kis zsírt, aztán burkolatra. És gyakorlatilag elkészül a gép. Rúgónak nem alul kellene lenni, nem tudom. Majd nézzük rá egy kis videót, aztán akkor okosabbak leszünk. Ennél itt egy húszó, mozgó, forgó, feszülő alkatrészekre egy kis zsírt teszünk. Ártani biztos, hogy nem árt neki. És akkor meglátjuk, mire jut. Hogy hol a deknie. Valahol már találkoztunk vele. Itt van, tessék. A kis takaró. A takaró dekni. Ez a takaró dekni, ez annyira szoros, meg annyira sorrás, hogy hozzá is ér a kuplunkhoz. Már ott az biztos, hogy büdösödni fog, ahogy majd ég. És úgy itt vannak még a lázbuktatói. Ezt rá kell nyomni. Hol a másik? Meg ide való majd. Na,
menni. Így megkeresem a két csavart, és akkor gyakorlatilag elkészült a két gép. Illetve a két gép. Ez a gépünk így néz ki. Elég stíles kinézete van. Azért az idomoknak az illesztése nem az igazi, de bizonyos távolságról stílnek néz ki, az biztos. Ugye ez még van neki egy szép kis oldaldeknél. Két tőcsavar hozzá. És akkor már csak egy vezető kell neki. Feltankolva üzemanyaggal, olajjal, raktam rá egy Oleomagról egy Oregon vezetőt. Megnézzük a szivató, mert fék. Töffent is, szivató vissza.